Szácok, remélem készen álltok. Frigyes, meg kötyö, mert most már látszódni fogunk hangban is. <laughs> Elkezdhetjük? Kezdjük el. Let's go. Magyarország legforróbb tech bulvár híreivel érkezik Tálas Péter Csongor, Máté Geri és Frigyes. Kapcsoljuk a Szegedi Dórofiszt. Éterben a tejútrendszer trendiktáló tektrojai. Az őrültek. Szevasztok, drága, őrültek hallgatók! Én még egyelőre itt küzdök a technikával, hogy minden működjön. Most már láthattok is minket, és hallhattok is képen, hangban egyaránt. Most már nem kavarodok össze, mint a múlt És Ebben a pillanatban lett internet a számítógépemen, úgyhogy itt ne valami csin. történt. Hát valami ez csak történt. El, kell, el kellett igen. kezdeni az adást, ilyen igen, egyszerű volt. Igen. Szevasz, Geri, szevasz, figyel, sziasztok! Szevasztok. Sziasztok! Szevasztok. No hát ö, csapjunk bele, mert hogy egyébként, aki most csak hallgat minket, most már youtube on is, ö, ez már az az adás. Egyébként, aki benne van az Őrültek vagyunk Facebook csoportban, az ugye már múlt héten is láthatta, hogy mi ez a csodálatos díszlet, amit itt összeépítettünk mögöttünk. Geri mögött ott a fax van egy csodálatos új figuránk, Doki, Bizony. illetve hát a különböző kis malac, csirke és minden egyéb megtalálható itt. Geri, nem rakod addig vissza a csirkét, hogy látszódjon? Mert szegény így most De én, már, ilyen... én, már, én már csőre töltöttem csőrikét. Csőre töltöttem. Csör... Csőrikét. Csőr Csőre töltöttem. Na, srácok, hogy vagytok? Minden oké? Minden a legjobb. Elindulunk végre most már képpel is, hanggal is. Igen, igen. Egyébként, hát próbáljuk azért nem feltétlen hírműsorra tenni az adást, de azért van itt egy-két dolog, ami mellett nem tudunk elmenni szó nélkül. Így hát például az Apple event ami ugye múlt héten volt esedékes, pont az adásunk felvétele utáni este, vagy sőt aznap este. Aznap este, igen. Igen, hát ezen kívül megjelent Magyarországon a világon először egy nagyon különleges szobor. Igen, méghozzá Satoshi Nakamoto-nak a Bizony. szobra, ugye, amit hát ő a bitcoinnak a feltalálója. É, szerintem egyébként volt már adás, ahol, ahol beszélgettünk erről, hogy, hogy nem tudni a mai napig sem, hogy ő kicsoda valójában. Igen, hát vannak találgatások, ugye sokan Elon musk sejtik mögötte, de nem is ez a lényeg, hanem hogy tényleg így a világ sajtó ránk figyelt, múlt héten volt a szobor leleplezése, sokkal, tehát hogy hogy mondjam, ilyen adományokból meg akik kriptóval foglalkoznak nem tudom, csapatok, csoportok uh -huh, mutatták uh -huh. be nem, Budapesten, ú most nem fogom megmondani. A Graphisoft Parkban. Igen, igen, ott van a szobor és tök érdekes, mert a, ha valaki rákeres a neten akkor látja a szobrot, hogy egy ilyen kapucnis mell szobrot csináltak és akkor van egy ilyen bitcoin jel a, itt a, a mellén de hogy az arc az egy nagyon fényesre. Uh, hát egy ilyen anonim maszkhoz hasonló, de nem az. Igen, és Igen. nagyon fényes, és hogyha közel állsz, benne, ra, közel állsz hozzá, akkor magadat látod benne. Tehát, é, komolyan, ezt én megintem. nem látom Ugye ez az üzenete a szobornak, hogy minden mindenki Satoshi a motó, mert ha odaállsz, akkor magadat látod benne. Tehát mi mindegyütt vagyunk a bitcoinnak a... Működtetői már, mint akik benne vannak a Hát a to szobor. Pontosan. Valójában. Pontosan. Nagyon menő. És, és hogy ezt Magyarország, tehát ma a világon Magyarországon állítottak először szobrot, ez ilyen. Amúgy... Ez nekem meglepetés volt. Igen. A az, a amúgy, hogyha megnézed, vagy ha, ha rákerestek, vagy megnézitek, hogy kik azok, akik a szobrot segítették elő, hogy létrehozzák, azért most van egy nagyon nagy kriptoközösség itt Magyarországon. Na ez a másik, amit én láttam, ugye ott van a nem tudom, hátulján, olyan, vala. Hol az a tábla, ami jelzi, hogy kik állították ezt a szobrot, és elnézést kérek, hogyha bárki követ minket esetleg ezekből a csapatokból, én nem tudtam ezeknek a, a szervezeteknek a létezéséről. Hát is a De ez nagyon menő. Kriptoakadémiások az egyik, akik így a, a, a nagyobb részét segítették, meg vannak többen. Hát uh, brutál, én is most egyre több uh, kriptos csoportban vagyok már benne, van Facebookon... Uh, Discordon is egy Telegram. Csomó, igen, egy csomó... Szignál. Csomó-csomó felületen lehet. És, és nagyon nagy a bázis, és ami a legérdekesebb, hogy és talán ez a, hogy mondjam így, az it itthoni m, nem is tudom, tehát hogy ez a legfurább nekem, hogy azért ti is követtek egy csomó oldalt Facebookon, mm -hmm. Instagram, meg benne mm -hmm. egy csomó csoportba, azért tudjuk, hogy a magyar népléleknek milyen a kommentelési stílusa, tehát... <laughs> Működik a gyalászkodás elég rendesen. Én ezekben a csoportokban egyáltalán nem találkoztam még ilyen uh, leoltós gyűlölt... Nem mondott komolyan. És va persze vannak civilizált. Vannak kezdők, akik ugye kérdeznek, nyilván, aki évek óta benne van, blödséget kérdeznek az emberek, de rendesen leírják, segítenek, hogy... Nem az az első komment, hogy te mit mély vagy nem, itt, hanem is nem, tudod. nem. nem. Uh -huh. úgyhogy, és egyre nagyobb bázis van erre, úgyhogy Igen. tök menő. És, és, amúgy ez nemzetközileg is így van, szerintem, hogy ilyen tök segítő kész az a közösség, ami így kialakult, és annak ellenére, hogy Tök érdekes szerintem, hogy mennyire pici ember nagyságrendileg az, hogy hogy hányan vannak ebbe, de nagyon aktív ö, közösségről van szó tényleg, mert ö, hogyha úgy nézzük, akkor én szerintem a lakosságnak a kétszázalékánál is kevesebb, hát, a, a, aki ezzel foglalkozik. De hogy tényleg lehet embereket találni, akik viszont ezt, ezt ö, érzékelik, hogy ez valószínűleg az idők szava, hogy akkor kriptó, meg nem tudom mi. Nagyon helyes. Ja. De a kalappal. Ja, Igen. és tök jó, de most a, nyilván nemzetközi szinten is van egy csomó olyan, hogy segítenek meg minden, de hogy ezt így Magyarországon nem tudnád elképzelni, mert hogy általán... Hát ez a... nem, nem ez a jelentő. Mi azért vagyunk maradva elég rendesen. A, 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 a magyar kommentelőnek a, a lelki világa, így az átlagosnak, amit elképzelsz, hát... Ö nem, ne, nehezen összeegyeztethető azzal, amivel mondjuk egy, egy Discordon vagy egy Redditen találkozó, hogyha, uh -huh. hogyha erről tök van menő. szó. Igen. Ez, ez, ezért jár a taps. Igen. Ja, jár Bocsánat. Ezért is jár a taps, ezért igen. is jár a tap. Meg hát ugye itt, ha már így belengedted az apple t hogy a, erről fogunk ma beszélni, uh -huh. ugye, hogy múlt héten volt ebbe a bemutató, és mivel most már képben is látnak minket a kedves nézők. <laughs> annyira köszönöm, hogy ezt nem nekem kellett felhozni. Cs Csongi, <laughs> mi van előtted? Hát képzeljétek el, úgy alakult a helyzet, hogy ami itt van most előttem, az egy MacBook Air, amiben egy M1-es chip dolgozik. Hoppácska! Wow! <laughs> Hoppá! Wow! Szemetek vagytok amúgy nagyon. Mert És tudom, hogy, a, hogy, ti azért nem... Ez a Buy Me Apple-ből jött, tehát hogy... <laughs> buy me a Macbook.com. Persze, persze. Hogy ne. nem. Közösségi finanszírozásból jött össze. Nem. <laughs> Sajnos nem. Reméljük, hogy, te, hogy egyszer csak eljutunk majd Na, oda. Bejött a kriptó. persze. Hogy nem. Nem. Már mint... Na, és milyen? Mi arról? Hát nincsenek is. szavak. Na, szóval nyilván nem fogunk most erről így tesztet csinálni, meg ilyesmi, mert egyrészt el is vagyunk már vele késve, másrészt van egy csomó, sokkal inkább releváns tech csatorna erre a YouTube-on. De, hogy minden teszt, amit én eddig erről megnéztem, láttam, tátottam a számat és, és csodálkoztam, az mindig az. És, és nagyon brutális. Azért azt is elárulhatjuk szerintem, hogy mi pont Frigyes, ugye tegnap találkoztunk, és akkor mondtam, hogy hát itt három közül te vagy a, a leginkább Photoshop mágus. <laughs> Mondom, mivel én nem értek a Photoshophoz, leszettem a programot, és akkor légy szíves, kicsit kínozd már meg a gépet. Sikerült? Hát uh, ne, szenved, nem szenvedett csak ne, a... egy -e, Nekem az volt a furcsa, hogy egy nagyon brutál, nagyon összetett fotosofájlt uh, kezdtünk el uh, mahinálni a gépen. Jó, azt azért hozzáteszem, ami a múlt héten is uh, ugye előjött, hogy a billentyű kombinációk azért. <coughs> Na, szóval hát, az, hogy amit én Windows-on alt és valamit csinálok. A kedvencem ez volt, leült a gép akkor mert azt mondja, alt és így nézi, azt mondja, hol az alt? Hát mondom, ezért nincsen. És meg kellett... Ne meg nem, control options. Control, control options. Ja, op a kettő, az Igen, control options, és így kellett. És hát az elején csak ilyen nagyon egyszerű dolgokat csináltam vele, hogy jel jelöljön ki tárgyfelismerés, meg tehát egy tényleg a legbézikebb dolgok. Utána volt egy, egy több mappából álló tehát grup, egy csoport, amiben rengeteg réteg volt, és random kiválasztottam őket, és nyomtam rá egy command-tét, <laughs> hogy jelölje ki nekem ezeket, amivel Igen. én aztán tudok mainálni. Na most ez egy az én gépemen, vagy egy nem olyan bika gépen, hát abba, ebbe azért beleszoktak így, ö, vagy beleszokott ö, törni a bicskája uh -huh. egy gyengébb gépnek, hát ez pillanatok alatt... Ö, ö, felismerte, és olyan jó, azt láttad, hogy ott így, amikor húzogattam ezeket a rétegeket, akkor egy kicsit szaggatott. Hát ott volt benne egy pici laggolás, de szerintem ezt azért elnézhetjük El, neki, nem De nem úgy, tettem. hogy ahogy elengedtem az egeret, vagy a, a trackpadet, onnantól kezdve oda, egyből oda rakta, ova én azt szerettem Ez volna. Kemény. Nagyon jó volt, és hozzatesszük, ugye, hogy itt még nem is az M1-es chipnek Ja, igen, ezt akartam mondani, hogy ugye itt még Rosetta 2-vel dolgozik, és kvázi Intel chipnek kiadva magát használja a Photoshopot, tehát hogy ráadásul, öm, ja, itt még nem is az M1-es chipnek a, a brutál képességeit használtuk ki, amire én ö, tudok reflektálni, és amit én éreztem, hogy na, oké, okay, ez, 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 ez így rendben lesz ez a gép. Ö, tegnap kellett egy ö, kb. Kettő és fél perces ö, full HD videót kirenderelnem, Ennyire izgigedi, hogy belásítottál. Bocsánat. én néztem. <laughs> Nem csak. <laughs> nincs nincs levegő. Igen, majd Ennyi. engedünk be egy kis Jó. Jó. Szóval. És ezt a kettős fél perces 1080-es videót, hát bőven kevesebb, mint egy perc alatt rendelte ki Final Szóval ennek én így nem, nem. Kemény, kemény. Hát innen is köszönjük minden követőknek és hallgatóknak, <laughs> hogy Csonginak megvalósult az elma. Most már Geri, most már mi jövünk. Hát igen. inkább azt kell mondjam, hogy én nagyon remélem, hogy ennek a gépnek az őrültek is sokat köszönhet majd, akár hogyha streamelni akarunk, akár a videók vágásának gyorsaságával kapcsolatban, stb. Szóval lő jó lesz. Amúgy, amúgy, ha már ilyen közösségi gyűjtésen egy PS5-nek jobban örülnék. <laughs> hát azt gondoltuk, <laughs> Oké. Okay. Még esetleg Frigyes neked a kívánságaid, akkor most már mondjál mindenki. Jó, nem, én most meg vagyok, köszönöm. Meg vagy? neked. Te nem vágysz gépre? Mert egyébként ugye, a, <coughs> mielőtt elmentünk nyári szünetre, azért egy le egy-két dolgot. Igen. igen hogy igen, közelednél az Apple irányába. igen, de ugye azt akkor is tisztáztuk, hogy én ott egy imac et vennék. Az tisztáztuk. Ez fontos, tehát meg kell húzni a határokat. Meg, igen. Hát meg. Hogy imac et vennék az új m 1 es chipszel. Eh, eh, aztán, hát... igazából még mindig van rajta agyalás, csak így az, az őrültek kasszájában lévő pénzt, azt mind rád költöttük, úgyhogy most... parancsolsz <laughs> <laughs> Az őrültek kasszának semmi köze nem volt ez a géphez, jó? Csak úgy mondom. Az én kasszám meg üres, úgyhogy ez még várat magára. Értem. Jó. Ö, lesz ez még így se. Ennyit mondok csak rá. Na srácok, szerintem ö, csapjunk bele, mert hogy ö, és ezt én elfelejtettem létrehozni. Bele. Ezt, ö, bűnömet be kell valljam. Elfejtettem létrehozni ezt a táblázatot, hogy ti hogy álltok, de jól emlékszem, hogy 2 ra vezet eddig -0, a 0, bizony. 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 Azt hittem, hogy az, I az iOS 15-öt felejtetted el ö, létrehozni. Nem, nem. Arra... Arra meglepődtem volna. <laughs> nem, arra még szó lesz. Most viszont akkor hamarosan belecsapunk az őrültek vízbe. Már is folytatjuk. Ha nem csak a podcast hallgatás közben szürcsölnéd a kávét, de támogatnál is minket egy csésze fekete árával, kattints a buymeacafé.com per őrültek oldalra. Köszi. Köszi. Még ja, elmondom. ja, akkor nem hallották, hogy a, valójában a Frigyes a a motó. <laughs> ja. Hú. nem, nem hallottam. Vázli. Oké. Okay. Na, srácok. Ja, igen. Cucu malacot kérni. Cucu malacot a tiéd, parancsolj <laughs> uh, Remélem eléred. Uh, Geri, a csirkével kész. Látsz, készen. a kezem? Itt van. Nem. De, most igen. Oh. <laughs> most látszódott. <laughs> no, most is hoztam nektek három kérdést. Jó. Egy hangpróbát tartsunk az állatkákkal. Rendben vagyunk, nagyon szuper. Köszönöm, köszönöm szépen. És akkor belevághatunk? Bele. Oké. Okay. Az első kérdés, Geri. Ja, Itt a válasz ez, lehetősége, ez, ez... Ma, most mondhatod. Nem, 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 nem. Ez csak az, hogy kés, készen állunk. Ja értem. E, ezért még nem jár pont. Amiért már járhat pont. Hány elnök vezérigazgatója van a Samsungnak? Most. Hop, frigyes? Kettő. Mm. Nem. Geri? Egy. Három. Az jó. Három, és... Bocsi, bezártam. Akartam népszerűen mondani, de aztán úgy Csak hogy van. És szatos énnak a Na, azért ez egy némi tiszteletlenséget éveztem ebben. Főleg szamszungosként. Na hát, ne Ez hanghiba volt. a mikrofonom. Oké, na, második kérdés ki a felesége Elon Grimes. Szép És mondta. ilyet tud, tudod mi, eh, ahogy mondtad ezt, tudod mi ugratta, hogy mit kéne mondanom, mert nem a fele, hanem hogy mi a gyereke neve, azt kéne... az <laughs> nagyon a, azt erősen, volna, azt nagyon erősen gondolkoztam, hogy az legyen a kérdés. Nem tudnám, nem tudnám vissza. Te tudnád, Geri, mert elmondtad egy párszor valamelyik adásban. Nem, valami Sigma Grindset. Azt <laughs> szem, <hogy> nem <laughs> Oké, okay, jó, hogy nem, ezt tettem fel. Oké. Okay. Okay. Akkor kettő egyeddig. Igen. Igen. Frigyes, javára. Az utolsó kérdés ebben a részben. Hány részes volt az őrültek első évada? Na, takarod. az első évad? Az első évad. Az, ö... Akkor ez Geri? Jó. Na, akkor Frigyes. Jóló. 35. Opa. Hello. Ez történt. Zárom, elment egy pillanatra? Reméljük nem. Nem, minden oké. Okay. Ö... 21. Mm. Mennyi? 27? Oh. <laughs> Éreztem oh. azt a szót, amit ki akartál mondani. Te, akkor te vagy közelebb. Tényleg. Te vagy közelebb. Jó, akkor Gerinek, Gerinek megadjuk. adjunk pontot, egy jó? pontot, viszont akkor... nekem a Samsung ér jár a pont, mert ott meg én voltam. Ja, de csak hogy ezért, jár? csak ezért. Hogy járna? Te szórakozol? Hát, de ezt így játsszuk, hogy aki közelebb van, azért az kapjon pontot, nem? Vagy jó, el... én benne vagyok egyébként, legyen így jó, legyen akkor így. akkor három, két három-kettő. Három-kettő. Viszont öh, én öh, láttam, tudod, van ez az amerikai fe, eh, focis fantasy league, igen. És uh, láttam egy Insta, uh, Insta, Insta uh, posztot, hogy, hogy uh, mik a legkirályabb ilyen szivatások, hogyha te vagy az utolsó. És én a vesztesnek kitaláltam egyet ez alapján, tehát Na. ez nem saját ötlet. Na. El kell tölteni 24 órát egy mekiben, és minden elfogyasztott <laughs> Nagyon jó. Happy Meal menüvel egy órát lefaragsz a 24 órában. Imádom. Ezt én imádom. És ezt lefaragatjuk. Az a szívás, hogyha frigyes lesz a vesztes, akkor hogy forgatjuk le? Azt megoldjuk. Tehát, hogy az a lényeg, hogy ha megeszek 24 akkor, Happy Meal menüt, akkor, akkor, over. Akkor Mi van most a Happy Meal Elég 23-at már az első De, élet. de nem, a, hogyha a vesztesnek mondom, tehát, hogy nem tudom, hány részen keresztül ez majd menni fog ez a kvíz. Én nekem az jutott eszembe, hogy menjünk el 100 pontig. Tehát aki amara beléri a 100 pontot, ott a vége. Ott Jó. Jó, Jó, és, és várjál és akkor tehát, ha én vesztek, tegyük fel, mi van most a Happy Meal menübe? Amit kérsz? De nem, hát a... Kaj, a kaja szintjén? sajtburger, meg... sajtburger, ezt, meg egy... Hát, de mást is, próbort, is meg egy, 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 meg egy Hát kérheted Má meg egyszer is, is, meg ilyen. Mást is lehet kérni, van ja. ja, meg egyszer, meg ilyenet, ja. Jaj, ez Persze. sima. Ez sima. Sima? Ez sima. Ja. 24-et? 15-öt megettem egyszer. 15 sajtburezt. Fú, ide undorítsz, vagy! Az kemény. Gondolom, nem józan voltál. -e. De a, ez a durva, de... <laughs> Akkor tényleg durva. E, hát egy háromnapos fesztiválról mentünk haza kocsival hajnalba Budapestről, és megálltunk egy drive-ba. És Frigyes, egy kicsit ilyen. vagyok. Én, e, de tényleg, onk, és, és, a hazafelé, a, és, és kikértünk, tehát ketten voltunk a kocsiba, és mondom, jó van, kérek húsz <laughs> sajtbureszt. Jó lesz az, elfogyott. Hát ez és, és a végén számoltuk össze, hogy elfogyott minden, és az utastársam mondta, hogy ő, ő ötöt evett, tehát én tizenötöt bedúrtam. Ki át. volt az utastársad? Mindegy, úgy ismeritek. Hmm. Fiú lány? Uh fiú. -huh. Jó. Fú, jó. Másnap nem, nem, más nem volt őszintén most. De akkor ezt, kő, kő, akkor ezt kőbe hogy... Jó, ez nekem Jó. Tett? jó, jó. Okay, okay. Hála a jó Istennek, jó. hogy ebből én kimaradok. Szóval akkor a vesztes, elírjuk a 100 pontot, akkor a vesztes, valamelyikötök, a vesztes. 24 órát tölt egy mekiben, és óránként, pontosabban Happy menünként egy órát faraghat. Igen, benne. így, van. Nagyon ja. jó. Jó, és hogyha, és amúgy mit kell csinálni a mekiben, csak ülni? Csak ezt? ott kell lenni, Nagyon ennyi. Jó. Jó. Ott kell maradni. Szuper, ja. oké. Okay. Megbeszéltük, folytassuk. Keresi és kövess minket Facebookon, Instán és Youtube-on is. Hát sárnyok, azért ez egy erős, erős menet lesz, hogyha ezt sikerül majd leforgatnunk. Üh, kell arra amúgy engedélyt kérni, hogy a mekiben forgassál? Nem tudom, elintelem. Kiülünk ki a, a placra ott biztos nem kell. Jó, egyébként az ezt is még működhet, lehet. működhet szerintem az is. Oké. Okay. No, hát um, igen, Apple, és uh, ha már itt az előbb a, a laptop miatt uh, belekezdtünk. Volt egy újabb Apple event, méghozzá, hát most ugye ezt uh, kedden, 21-én, szeptember 24 21 én veszük fel ezt az adást, pontosan egy hete volt, és én nagyon rákészültem, hogy én végnézem az, az eventet, meg is tettem ezt egyébként. Um, és amellett, hogy amit így képileg láttál, az nyilván hozta azt a színvonalat, amit elvársz egy ekkora világméretű cégtől. Gyönyörű szép képek, gyönyörű helyeken forgatva, mese szép áttűnésekkel. tényleg minden halálpontos volt és, 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 zseniális, de ettől függetlenül, hogyha már valaki azért így nézett Apple eventeket, ha, ha, valaki most látott életében először a el Apple azt mondom, hogy van szegélyelvezte, mert, mert tök jó volt. De aki már így látta a többit, az meg azt mondja, hogy azért itt most nagyon a minimumot hozták a srácok, és, és ilyen oké, történt bejelentés, oké, lett új iPad, lett új óra, lett új iPhone, de hogy azért így nagyon nem szaggalták szét az Istánkat hát az Ugye, a helyzet. ugye itt az, szerintem az a legnagyobb probléma, hogy a COVID, a, a Covid hozta el nekik sajnos ezt a formátumot. Ugye tavaly is már nem közönség előtt kellett bemutatniuk az akkori dolgokat. A és volt -e emoji előtt, vagy milyen Igen, event is volt. tehát, tényleg, tehát tényleg, hogy a tényleg. Ugye az, hogy ők a, ott az Apple HQ-ba digitálisan megoldva egy csomó mindent, Kvázi előre felvétel. Most volt a külső helyszínek is amúgy. Jó, oké, okay, de hogy akkor sem közönség előtt veszik fel. Azért az original, official Apple eventek azok azok, amikor ott van. Ott ülnek. Csomó a... Csomó, Igen. tech, majdnem csúnya szót mondtam, tech őrült, tech, <gül> <gül> sok tech őrült, és, és megőrülnek, amikor bejelentenek valamit. Ugye ennek a varázsa nincs most meg. Hát igen így oldják meg. De hát, Szerintem egyébként, tehát most elvonatkoztatva attól, hogy mit mutattak be, és tényleg csak a hogyan visszatérve, a lehetőségekhez képest nagyon kimaxolták a dolgot. Tehát az, hogy hogy néz ki, hogy hogy vették, hogy, hogy ennek milyen ritmusa van, hogy egy milyen frankó zenével indult meg, meg az egész, na szóval, hogy tök volt, ez a része az, hogy mit mutattak be, most ezt nem fogjuk részletezni, úgyis mindenki, aki akarta, már megnézte, meg, meg tudja a specifikációkat, stb. Hát azért szerintem egy picit az időzünk el egy-két dolgon, hogy így mik, mik azok, amik ilyen hívószavakként, vagy cím, Kezdem. iPad. iPad új iPad. Igen. Ö, lett egy sima iPad, meg egy iPad mini. És az iPad Mini azért amúgy szerintem elég vagány lett. Árban, teljesítményben, kinézetben, mindenben. Engem az érdekel, ö, bocs, de lehet, hogy ez tökélyeség. Az iPad Mini az ö, egyébként mekkora? <laughs> hát most nem tudom neked szólva megmondani, de hogy ö, nyilván a legnagyobb telefonoknál nagyobb üven, hát de a normál iPad-nek nincs a fele, de annál jóval van um, ilyen. 60-70 százaléka, nem tudom. Nem, de, bocsánat, hogy nem tudom. De, de, akkor de... gondolom, ilyen otthoni használatra, meg nem tudom, mondjuk elmész nyaralni, akkor arra ilyen pont jó. Tehát, hogy nem az, Bát, nem. mint, a, mint mondjuk az iPad Pro, hogy azon már tulajdonképpen dolgozni is tudsz, hanem ez a tényleg ezt, ez a basic felhasználónak. Szerintem ezt még, mint egy ilyen kis mappát, vagy nem tudom, tök kényelmesen fogod meg az egyik uh -huh. kezedben, úgyhogy mondjuk az Apple pen nel rajzolsz rá a másikkal, és Apple nem kell... Pen. <gül> <gül> nem kell, kell feltétlenül az asztalra tenned ahhoz, hogy ez kényelmes is legyen, ez még így kézből is simán, simán működik. Uh, szóval ez vagány lett. Oh, na, én amin... Nem baj, ha lépünk tovább? Vagy nem, meg nem, az nem, ez ennyi, oké. Okay. Óra. Ja. Okay én iszonyatosan vártam azt, hogy ha már az iPhone-nál és az iPad-nél is, meg ugye az iMac-nél is meglépték azt, hogy visszajött a szögletes forma, hát mondom, iszonyat menők lesznek, és, és csinálnak egy szögletesebb órát. De nem. nem. Hát nem. Viszont ugye sokkal nagyobb lett a kijelző. Brutál nagy a ki Amúgy nekem egy hármas Apple watch van, és így belegondolva, ugye a négyesnek, ötösnek, hatosnak talán, annak a kijelző, tehát maga az óra nem lett sokkal nagyobb, de a kijelző igen. Na itt viszont maga az óra is sokkal nagyobb lett, és most azért es egy. De vékonyabb lett. Tehát... Vékonyabb lett, most ezt látjátok itt a kezemen, aki néz minket, hogy azért es egy pici óra, oké, hogy ez a nagyobbik vezér 42 millis belőle, de, de ez is egy nagy óra. Most ennél még nagyobb órát, konkrétan akkor lett az óra, hogy van benne billentyűzet funkció. Ja, ja, ja. Tudsz, te írni. Viszont maga Azt az szabad. órának a háza, az, az meg kisebb lett. Tehát tehát, hogy véko hát vékony. vékonyították, igen. igen, de nyilván így szél, vagy hogy mondjam, széltébe, vagy terület, kerület, Igen. mi ez, nem tudom. <laughs> Területre. Igen, úgy nagyobb, mert hogy ugye nagyobb lett a kijelző. Ah. De ezen felül mi ez? A... Mutattak be hozzá ugye egy olyan plusz funkciót, mint például ugye az Apple TV is, egy ilyen megvásárolható külön szolgáltatás, hogy most már a fitness alkalmazáshoz tartozik egy ilyen plusz, ahol te megoszthatod másokkal úgy az edzést, nem eddig is megoszthattad az eredményeidet, de közösen edzhetsz valakivel úgy, hogy mondjuk előtted van egy iPhone, egy iPad, vagy egy bármilyen Apple termék, ahol ti FaceTime-ban látjátok egymást, és úgy edzetek együtt, de közben az óra is trekkel mind a kettőtöket, és látjátok live az eredményeket. Meg van benne nyilván egy csomó előre fölvet ilyen edzésprogram, meg mit ebbe azért így adtak, de én ettől se estem annyira hát nagyon Alvás figyelő funkciót tettek még bele. Nagyjából minden gyorsabb lett, modernebb lett, okosabb lett, pont. Hát ez, 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 ez ilyen, ez ilyen alapfeature az Apple uh -huh. eventeknél, hogy be, bemondják, hogy mostantól minden sokkal gyorsabb lesz. tovább érje az aksia. Okosabb. Jó, hangész. oké, lapozunk. Te, iPhone 13. iPhone 13. Na, először itt rátok vagyok kíváncsi, és majd utána mondom. Ö, hát ugye minden, nem csak Apple-nél, de a samsung is, meg a legtöbb telefongyártonál az van, hogy a kidobnak egy újdonságot, egy... egy az eddigihez e képest egy újdonság, ugye ez tavaly a 12-nél azért sok mindent változtattak, igen, tehát a, 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 a forma vagy a szögletes forma. Meg a 12-esnél volt először a mini. Uh -huh. Igen, meg a kamerarendszer, meg a minden, és akkor ugye a következő széria az mindig az a rendszer tehát ott ne, sokat nem, ott csiszolgatják. Hát igen. itt most ugyanezt megkapjuk. Ez a csiszolgatás. Igen, annyival, hogy van már egy terástárhelyű ami brutál drága, de elvileg ma, ma vagy tegnap olvastam róla egy cikket, hogy attól függően, hogy ilyen drága, rengetegen keresik, meg is értem. Persze. Illetve a másik nagy feature, a 120 Hz-es ja. Geri? Ennek? Ö, Jó, mikor, várj, várj. Mi, mi, mikor találkoztunk legelőször 120 hz így Android tájéken? Hát, ö... 18. Már nem is emlékszem hány éve. <laughs> Fú, gyerekek, de gonoszak vagytok. De várjál, Isten. amivel még nem találkoztunk, az az, hogy most már átlósan vannak elhelyezve a szenzorok. Na jó. Gondoltam, hogy ez lesz a következő. Az, az, az a, attól én eldobtam az agyam, hogy végre, végre, Na jó. végre átlósan vannak a szenzorok. Uh, iPhone 11 12 be próbálom úgy, hogy tükröződjön itt a kamerába, és akkor látszódik is, hogy ugye egymás alatt van a két kam vagy ugye a harmadik az meg mellette, ha van. Uh, most ha csak két, két lencse van, akkor azok ilyen átlósan Igen. vannak. Egyébként hozzáteszem... erre szerint... van egy nagyon jó TikTok, bocsánat. Hogy így lapokból ki van vágva egy négyzet, egy téglalap, meg két korong, és egy ül felette egy csáó, és így hogy oda van írva, hogy az Apple designer is így ül, és így eltolja, eltolja egyik irányba a kört, és így a oh, megvan! Megvan! Aj, az a baj, én is ezt érzem a kapcsolatban. Hogy amúgy, amúgy, mintha ennek valami technikai oka lenne, mert nagyobb maga a szerkezet, ami készíti a képet, és emiatt kellett át helyezni, átrendezni ezeket a szenzorokat, Egyébként én nekem a legtöbb ismerősöm azt mondta, hogy ez így nagyon ronda. Én nem tudom, hogy most ezt ö, ö, túl, nem tudom, flagman kezelemet, de nekem olyan mindegy, hogy hogy van a kamera. Amúgy amikor nem, bejött, a, először ez a, ez ez a, a DJ, igen, vagy akkor akkor ak 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 Igen, nagyon sokan főző most meg elkezdték dobókockához, e, e, dobókocka oldaléhoz hasonlítani, igen. hogy úgy néz ki. Nem, én nekem még mindig az a 120 Hz-es kijelző az, amire vagy most az Apple is remen nagyon a gamerekre. Mm -hmm. Tehát, hogy lett külön gamer eh, felület, ami nem tudom, szabható, felvehetsz vele a streamelés segíti, meg minden. Ez azért meg volt az Apple-nél, de nem volt annyira kidomborítva. A Samsung ebbe évek óta élen jár, hogy azért a gémerekre nagyon-nagyon odafigyel, külön ö, Samsung által gyártott game, gamer launch, vagy mi a... Game, game launch. Game launch, vagy, vagy mi a, az appunk. Ugye brutál. És ebből akkor, én kimenettem, bocsi. És akkor most behozták ezt a 120 Hz-es kijelzőt, ami tök jó, meg minden, csak... Ebben az Apple nagyon jó, és ezt tudjuk, hogy úgy el tudják adni a semmit, hogy az valami félelmetes. Tehát, úgy! O, o, de ez nem semmi, tehát az, az nem mond, hogy semmi. Hát nem semmi, csak. Ez, azt megértem, és ezzel egyetértek, hogy ez egy olyan dolog, hogy na hát nem ők találták fel a spanyol. Hát, viaszt, nyilván? Jó, de ettől függetlenül ez egy jó dolog, és aki megeplős az ennek, Na, nagyon örül. Hát igen, nagyon örül, örülhettek is, de hogy. hogy <laughs> de, de hogy érted? Szóval, hogy ezt úgy adták elő, minthogyha ezt így most mutatnák be először, hogy ennek milyen ö, technikai vív, vívmányai vannak, meg hogy adaptívan. Frígyes, hát mert hogyha... Fríges, fríges. hogyha most neked lenne egy tech céged, és hoznál egy újítást, amit bemutatsz a nagy közönségnek, akkor úgy adnád elő, hogy hát amúgy van ilyen is, mert máshol már voltak a nálapom. Álló... Amúgy, amúgy ez hát jogos, hogy tényleg, tényleg mi mi itt nem. kell kezelni. Nyilván nem, a nem csak, csak azért egy olyan közönségnek adja elő, aki amúgy így vágja, hogy jó, tök jó, hogy ezt most nekünk így elmondod, hogy ez mire jó, meg minden, tehát tudjuk, mert használjuk minden nap, hiszen láthatjuk a többi telefonnál. Értem, de egyébként meg maga az Apple Event nem csak a te ürülteknek szól. Ti, ti amúgy fogtatok, használtatok már 120 herces kielzés telefont? Hát nagyon kevés. Brutál, amúgy eszméletlen durva. Tehát annyival, annyival. Egy közös projektünk miatt, igen, azt hiszem a az volt. Volt egy telefon nem, nem, az. Nem az, az volt. Az még nem volt 120 szó. Akkor viszont nem. nem az <laughs> Pedig nem, az is jól néz Nem, ki. az nem volt 120 szerces. Menjetek be egy bármilyen üzletbe, ahol telefonok ki vannak rakva. És én, ja, és akkor mondok, például próbáljátok ki az új uh, folda, az éjfolda e a Samsungnak, tehát a hármast, uh -huh. ami most jött uh -huh. ki. Atja úristen. A kettő az nekem nagyon nem tetszett, mert ilyen ne, B nem voltak. Most megfogdostam valamelyik nap a, a, hármat, brutális, abban is van 120 herces, az 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 a nagy, az 120 hz csak görgessetek egy instát, görgessetek végre rajta, brutál, amúgy elszáll az agyatok. Nyilván ez... most már nagyon kíváncsi lettem. Azért, jó. mert amúgy, tehát abba biztos jó lesz, hogy amúgy is az epülnek az összes ilyen funkciója, a fluid, meg az animációk nagyon szépek, nyilván ennél még jobban ki fog jönni. Tudod, mit mondok? Már csak azért sem. Tudod, miért nem? Mert aztán szar lesz elnézni a saját telefonomra. Nem, 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 nem. Hát, ja, nyilván, de gyorsan visszaszoksz a rosszhoz. Tényleg, milyen pocsék, fúj. Na jó, igen, ja, amit én még akartam megemlíteni, iPhone 13-hoz visszatérve, és amúgy én ennek örültem, ezzel kapcsolatban nem tudom, hogy mi a helyzet nálatok, akkor most maradjunk így, a, 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 a cinematic mód a kamerában. Na, az nem tudom pontosan mit csinál. A szénysel, az... Na most, hogyha ez té... nem láttam még konkrét teszteket erről, ezügyben van némi lemaradásom, bocsi, de nagyon kíváncsi leszek, hogyha tényleg azt tudja, amit ott az eventen elmondták, hogy fog tudni, akkor emelem kalapom, kvázi a videó felvétel módban van egy olyan plusz feature, hogy akár ezt, ha jól tudom, manuálisan te is tudod szabályozni, meg ő maga ki is tudja találni, hogyha úgy akarsz forgatni, hogy az ilyen nagyon filmes hatású legyen, és mondjuk van két szereplő a képen, de az egyik a kamerához nagyon közel, a másik nagyon távol, és az élesség a közeli arcon van. Aki ránéz a másikra, akkor automatikusan ilyen film, film húz át az élességet a távolabbi Tehát tudjátok, mint a filmekben, uh -huh. amikor a mélység hát, élességgel ugye, ez játszanak, na ezt tudja leutánozni majd, ha minden igaz. Jó, de ez digitálisan, nyilván. Ja, de. persze. Aha. Hát jó, mert ez nem tudom. Amit az eventben mutattak videó, ott leforgattak egy kisfilmet csak ezzel, meg hát nyilván a behind the scene jelenetek is csak ezzel voltak, és én ott azt mondtam, hogy azért gyerekek, hogyha ez tényleg így működik a valóságban, és nem kamuznak, akkor ez nagyon rendben van. Hát ugye ilyenkor itt mindig az szokott a kérdés lenni, hogy most az Apple ugye kioszta ezt a telefont, most jön majd a, a Samsung is bemutatja az újját, meg mondjuk a Huawei, és akkor így ezt a hármat egymás mellé tesszük, és akkor mind a háromnak nézzük meg, hogy a legújabb csúcskategóriás telefonja az mit tud ö, videó szintjén, szintjén a elvileg a Samsung is készül valami brutál dologgal, már így vannak belengedve dolgok, uh -huh. ö, de a, tehát én az iPhone-tól sosem veszem el azt az erényét, hogy amúgy uh, videó, tehát hogy nagyon sok youtuber iPhone 12-essel csinálja. A... Foto és videó. Jó, igen. igen. De ezt ugyanúgy... Azt Mármint ezt, ezt én fontosnak érzem hozzátenni, é. hogy nem csak videó, de persze, de, de na, is. én például nagyon sok olyan, meg hát mondják is nagyon sok youtuber, hogy amúgy észesen veszed, de ezt már egy 12-essel vettük föl. Uh -huh. Tök király, meg tök jó, amit csinálnak, nem tudom, meg kell nézni, meg én összehasonlítanám amúgy a többivel, de ezt nem mi fogjuk megtenni, hanem majd a e, kedves youtuber kollégák, majd ezt megcsinálják, és akkor majd. Kollégák. Bizony, <laughs> Érted? azok, azok. De egyébként én arra mondjuk kíváncsi vagyok, hogy ez a cinematic mód, ezt mennyire tudod te egy hétköznapi felhasználóként kihasználni. Ja, hát sem ennyire. Hát, hát ez a baj. Hétköznapi felhasználóként meg fülyeség pro venned. Hát ott érted, iPhone Vágon, 13 persze. Pro. Van az, az vesz Pro telefont, aki Pro igényekre akarja használni. Hát nem? Nélván, vagy nem? vagy nem? Vagy, akinek én, én mondjuk, pénze van, de hát... Na a... ez az, ez az, hogy mondjuk annak meg tök mindegy, nem? Hát ezt akartam ja. mondani. Hogy ja. Hogyha csak azért veszel, mert telik rá, már most bocsánat, akkor, akkor meg aztán te teljesen mindegy, nem? De abszolút amúgy, ja, jogos. Oké. Okay, um... iOS 15? iOS, iOS 15. 15. Na, Na arról már élményeid is vannak egészen frissek. Hát még annyira nagyon sok azért nincsen. De most itt gyorsan. Puskázok egy picit, bocsássatok, megérte. Mert hogy én pont így a felvétel napján, ma délelőtt töltöttem le. Sokat még nem nyomkodtam azóta a telefonomat, de ami biztos hogy FaceTime-ban, meg egyébként videóhívásban, legalábbis remélem, hogy nem csak a FaceTime-ban, most már annyival tud intelligensebb lenni a telefon, hogy ha beszélsz, akkor a háttérzajokat csökkentse. Nem teszteltem még, de majd ezt megtehetnénk most már veletek is, mert hogy ez is egy új feature, hogy a FaceTime Emlékszel. hívásba titeket is be tudlak hívni. Mi? Csoda? El, el, Tudok de, de linket, erről, már, erről már beszéltünk egy adásban. Tudok linket generálni, és fel tudlak titeket is hívni. De és engem, engem min hívsz fel? Hát ez egy jó kérdés, ezt meg kipróbáljuk. Hát de hogy min? Hát, hát a telefonodon hát minden. De, hát, de Kapsz de, egy linket, és megnyitod. Megnyitod, és böngészőn keresztül. Ja, tehát akkor nekem nem kell egy külön Nem kell, nap, nem, nem, nem. nem, nem. Hát várjál már, még azt sem tudom, hogy hol van az a link most. Egyelőre hadd mondjam már, hogy mik vannak még. Mondjad közben, csak nem tudok ennyi mindent egyszerre csinálni. Multitasking csongó. Nem olyan, az. Az, a a férfiaknál nincs. szóval, hogy elméletileg a, a beszéd hangot sokkal jobban izolálja, ez így van megfogalmazva. Aztán, hát ezt a feature inkább el sem mondom szerintem. De, de, de én kíváncsi Lett a fotókban egy külön mapa, hogy megosztva önnel is, hogyha kapsz te a Facebook, iMessage-en fotókat, ezeket külön kilistázzanak. Ez, ez, ez viszont nagyon jó. Nincs ilyen állatok. Én szerintem ez már rég van. De, van. de van, de ez egy jó funkció. Mert Értem. tudod... Megosztva önnel mappa. Ja, és igen, 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 igen. igen, ez, igen. A, ez, a, ez nagyon sokszor nekem nagyon jó jön. Aminek én nagyon örülök, ezt ők összpontosításnak hívják, hogy van most már a legördülő menüben egy fókusz nevű parancs, ahová te be tudod állítani, hogy éppen mi csinálsz. Legyen ez alvás, munka, vagy egyén ilyen reseteket is be tudsz állítani, és gyakorlatilag ennek megfelelően tudod beállítani, hogy kitől kapja értesítést, kitölne, kihívhasson, ki ne, melyik alkalmazástól kapja értesítést, ne, és akkor létrehozhatod, hogy most ez munkához, pihenéshez, alváshoz, ehhez, ahhoz ama utazáshoz, mit tudom én, tudsz hozni ilyen, ilyen külön. Tehát kvázi olyan, mint hogyha lenne egy csomó féle ne zavarjanak mód. Mm -hmm. Nem csak az, hogy ne zavarjanak és kész, hanem ezt még tudod így variálni egy kicsit. Az értesítéseket nem úgy fogja mostantól dobálni, hogy csak úgy dobálja. A csoportosítás már eddig is megvolt. Be tudod állítani azt, hogy te este 6 órakor ezekből az alkalmazásokból a mai napi eseményeket egybe megkapd. És akkor van ilyen összegzés is. Igen, ez elég. Ez, ez király, meg amit láttam, hogy most már ha a zárt képernyőnél fentről lehúzod, akkor megjelenik egy keresősáv is. Mi? Tehát, ha eddig a zárt képernyőddel nem csináltál. Ah, oh, tényleg! Ez... <laughs> jó, ez eddig nem volt. Hát, valóban, ez igen. Nagyon jó. Oké. Okay. Durva, mi? <laughs> Köszi, ezt nem tudtam. szívesen. Aztán ö, térkép. És ez. ez... Lehet térképetek? Normális. <laughs> Normális. Vagy várjál, lehet, hogy térkép widget, nem? Nem. Nem. Va, ja, van, nem. Már widgetetek van. Vigyatot mindenünk van. van, gyerekek, mindenünk van. Kiterjesztett valóság a térképben. Jaj, tényleg, na azt is láttam. és Sajnos csak bizonyos városokban. Igen, és úgy, és úgy néz ki, mint valamilyen rossz RPG játékok. <gül> <gül> de nem. <laughs> nem, te, nem, te, nem te, mindem, de, van egy magány funkció, és még ebbe is bele Nem, 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 mint hogy ilyen régebbi RPG játékok. De amúgy nagyon jól néz ki, mert van egy ilyen kis poros old school kinézete, Nekem nagyon tetszik, TikTokon láttam erről is videókat, Igen. hogy hogy néz ki. Hogyha gyalog mész, <laughs> és bekapcsolod a kamerádat, akkor kvázi uh, tudja neked uh, kiterjesztett valóságban mutatni, hogy erre forduljál be. Mert hogyha valakinek nem jó a tájékozódás, akkor megoldja. Uh, illetve a Safari-ban, tehát a böngészőben most már Száfári? tudod... Igen? <laughs> Mi baj az? <laughs> semmi, van? semmi. Uh, tudod Csoportosít, nem csak, hogy csoportosítani tudod a lapokat, de külön ezeket el tudod menteni. Tehát, ha neked mondjuk a munkádhoz van szükséged ennyi lapra, akkor ezt így külön preset. Igen, ezt a Google Chrome. Tudom, mert tudja, de mindegy. Oké, okay, most már szafar is tudja. Mi van még. Ez a, ez, ez a tételmondati. Most már mi is <laughs> Oké, 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 Legyünk túl ezen most már marha gyorsan Ha kérdetem <laughs> Szövegkielölése a fotókon Ezt is tudtátok eddig? Vagy tudjátok? Uh... Bizonyos nyelveken, de ha látsz egy telefonszámot kirak vagy? óriás plakátra, lefotózod Rákatintasz és már hívod is, nem kell bepegyögni. Vagy a van egy webcím. A bixby tud, ezt most kérdezem, hogy tud ilyet a Bixby. Van egy webcím kírva valahova lefotózod, rákattintasz, már nyitod is. Hát ez egy jó kérdés. Mert, mert a Bixby-vel én csomószor csináltam, mert hogy mondjuk fordítottam kamerát. igen, olyan van, nekünk uh -huh. va, nekem van olyan funkció, hogy megnézel egy tárgyat, ráviszed, és akkor egyből megtalálja neked, a, ha olyat akarsz vásárolni a neten, és már fel is dobja, hogy hol tudod. Ó, oh, mondjuk ez menő. Tehát ilyen felismert tárgyakat, és azt hiszem, amúgy van van szövegfelismerés is, de mindjárt megnézem neked. Jó. És ezen kívül még, amit mondtam, hogy a FaceTime hívásban meg tudlak hívni téged is. Ezt most akkor én megpróbálom, jó? Hm? Frigyes. Jó, várjál. Ki nem mondja a nevedet, mert most úgy kerestem el. <laughs> de ja, várjál. Ez létre kéne hozni egy csoportot, ahol... Ja, jó, ezt most... Na jó, ezt majd adás után kipróbáljuk, és majd jövő héten beszámolunk róla. Nem tudom, hogy hogy kell. Na jó. Szóval elméletleg ez valószínűleg szóval úgy működik, hogy ha van egy FaceTime csoportod, vagy van valaki, akivel facetime olsz akkor oda külsősként be tudod hívni őt is. De ezek szerint hmm. hmm. akkor direkt be, én nem tudlak facetime hívni? Hm. Jó, ennek utána járunk mindenképpen jövő hétre, hogy mi a helyzet. Frigyes, jutottál valamire? Mindjárt keresem. Most nem mit keresel? Amúgy bocsánat, mert... hogy van-e ilyenünk, de azt hiszem van, hogy a, hogy a, kép, tehát, hogy a képen a szöveget felismeri. Ja, érte, Hát fotóz le valamit, amin van szöveg. Nem, de az, az, be kell állítani valamit. Jó, akkor ezzel a kettővel jelentkezünk. Bigs Division. Aha. Bigs Division, az az. Az Ja, csak nincs nekem lefrissítve, mert ezer éve nem azt Jó, ja, egyébként... akkor ezt hagyjuk meg jövő hétre. Egyébként azt megjegyezném, hogy az eléggé irritáló, hogy amikor használni akarod a Bigs Vision, tehát lebe akkor jössz rá, hogy frissíteni kéne, és nem frissíti magától. Ez engem eléggé bosszant amúgy. Mm. A de bosszantó mi? dolgokra szeretnél rátérni? Ez arra, véletlen arra alakult utaltál? így, véletlen alakult így, de akkor térjünk át a bosszantó Jó, bár dolgokra. most nem bosszantó dolog érkezik, ö, illetve bocsánat, még Frigyes, neked Apple ügyben van, van bármiféle hozzáfűzni valód? Nyugodtan. Ne, nincsen, nincsen. Nincs. Akkor viszont, hölgyeim és uraim, Na. tele a fakszom rovat érkezik, aki pedig ma prezentál, az én leszek. És Juhu! kivételesen nem bosszantó dolgot hoztam nektek, csak hogy itt rögtön az első adásban, amelyben már képben is hallhatok és láthatok minket, ne, ne ilyen <coughs> negatív felhangja legyen a dolognak. Bár hozzá tudom kapcsolni, hogy mi az, ami bosszant, és ez a megoldás lesz rá. Ami engem hisz hihetetlenül felidegesített idén nyáron, hogy mi egy olyan lakásba költöztünk be idén februárban, ahol nem volt légkondi. És mondták, hogy nem kell, mert nem vészesen melegszik nyáron, meg stb. stb. Hát, de 31 fok volt bent. Meg, meg ott a, a melletti medencébe le tudjátok magat, magatokat hűteni. De jó is lenne. Nagyon-nagyon <laughs> tetszene. Na mindegy, és akkor hát nyilván elkezdtünk lékondi szerelőt -el keresni nyáron. Mikor máskor az ember kap időpontot, mint én 4, 6, 8, 10 hétre rá, vagy nem tudom, Kijöttek, felszerelték, nagyon örültem neki, wifi-s, minden tud, amit kell, távolodtam kapcsolgatni, nagyon király. De hogy azért egy modern légkondíció nem eszik meg annyira nagyon sok áramot, viszont az, az mégiscsak valahogy frusztráló, és eddig ez egy olyan frusztráció volt, hogy jó, hát ezt el kell fogadni, mert erre nincsen más létező megoldás, hogy ha le akarod hűteni a lakásodat, akkor be kell szerelni a és ki kell fizetni azt is, meg az áramszámlát is. Eddig. Ugyanis képzeljétek el, hogy megalkották az eddigi legfehérebb festéket, ami jobban hűt, mint a legtöbb lékkony. Igen, igen. Hát én ezen az agyamat eldobom. Komolyan. És no, nobody-ra van jelölve, vagy mi Most, van? Ma, most valamivel díjazták, mert valami pont ki, olvastam kínos, róla. kini kínos, a könyvébe bekerült, igen. és uh, gyakorlatilag a lényege az, hogy a festék a napsugárzásnak a 98,1%-át tükrözi vissza, uh, miközben egyébként infravörös hőt is kibocsájt, és mivel nyilván sokkal több hőt nyel el a napsütésből, mint amennyit kibocsát, ezzel a festékkel bevont felületet lehűti. Na de várja, akkor kérdezek. Tehát itt akkor most a háznak a külsejét vagy a belső. A, a, kül a külsejét. Külsejét. Na, a külsejét. <laughs> Honnan süt a nap? Ha neked a nappalit kellős közepéről, akkor a belsejét kellene. Az mondjuk Bár elég még, durva. Még akkor, meleg. Akkor így nyá melegebb nyáron az. ilyen mójlepke, ö, hát hadak. De várjál most. Akkor, jó, azt hiszitek hülye a kérdésem, de nem. Ugyanis tegyük föl, hogy ugye kívülről melegíti a nap melege az a házat, a lakást. És ezt megelőzendő Kívül, kell bevonni. oké, oké. Okay, okay. Viszont azért a legtöbb lakáson, Többek közt a tieteken is. Van egy elég nagy terasz, ablakajtó, ahol ugye betűzön a bentre. Na figyelj, itt azt írják, most adatokat mondok, de csak, hogy értsük mi is a dolgot. Ha egy körülbelül 1000 négyzetméteres tetőfelületet, tehát most itt nem a falakról van szó, szóval csak a tetőt, bevonjuk ezzel a festékkel, az kb. 10 kW hűtési teljesítményt eredményez. Az Ami? Nem kevés. Ami mi? Hát a legtöbb, mint a mi klímánk az 3,5 kW. Aha, kérem. Tehát most ez azt jelenti, hogy hiába fogja az oldalfalakat is tűzni a nap, bár miért ne festenél be, akkor az oldalfalakat is ezzel, a tető az konkrétan hűt annyit, hogy a lakás. És ez nem ilyen vakítóan fehér? Hát de. A világ legfehére fehér színe ez. De hogy így, így, kivakítja a szemedet? Hát, ja. Mert az hát azon no. hogy vágod így, egy-két éven belül ez így nagyon elterjed, és így mész vég egy úton, mind a két ö, oldalán az útnak <gibb> házak, vagy. ami le van így fejre, és nem látsz, és tudod majd így... A... Igen, ezt akartam mondani, veszleg az oldalfalakat emiatt nem fogják ezzel festeni. Igen. Öm, hát akkor sem értelme. Hiszen hát, mint hát mondtam, nem, mert, a napsugaraknak a 98,1%-át visszatükröz. a amúgy, amúgy én szerintem ez tök jó. Jó, mert ö, egyébként a tető az rengeteget tud melegíteni. Tehát, hogy az hőszigetelés szempontjából az, most nem vagyok a téma szakértője, ne, ne, ne fel. Mi se. De, na. De, Mit de, nem hogy, mondasz, Gőz? Hogy, hogy, hogy azért az én tapasztalataim alapján a tető az rengeteg ö, hőt tud bevinni a lakásba. Hogyne. Ja. Hát hiszen jó eséllyel az kapja a legtöbb napsegerezést. Micsoda az, megfejtésekben vagyunk. Azért, azért volt már elkísérlet, hogy a tizedike, Ö, emeletét a panelházaknak azt le kéne bontani, hogyha még így nektek. Mi? Annak idején. Majd, majd, elmesélem. Volt ilyen. Miért nem mesél, de most? Nem adásképes hát, képes, ö, vagy mi? De adásképes, csak félük politikai, és nem, nem akarok politikát. Most. Na most már menjél bele, mert ez jó, érdekel. Jó. Hát, négy évvel ezelőtt Lázár János kitalálta, hogy vásárhelyen a panelházak tizedik emeletét bontsák le, mert várja, <laughs> <túl. gül> várja, várja, figyelj, se ezt hallgassuk végig. Ennyi, ennyi. Hallgassuk pík. Mi Na, volt az indok? Hogy túl, túl, meleg van. A tizediken. Igen. Ezért a tiz ha a tizediket elbontjuk, Igen. akkor nincs gond. Igen. <laughs> <laughs> Szivac. De. Szivac? Nem, 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 nem. Ez, ezt nem tudom állni. Ez, ez komoly, komoly, komoly. Jó, ne keresd meg ezt most, e ezt engedjük is a villám gyorsan, szerintem. <laughs> Oké, okay. és hát csak ebből nehéz lesz tovább lépni, én úgy érzem egy kicsit. Problem Igen. 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 Na jó, Pro Igen. Problem solved. Igen. Visszatérve akkor az előző témához, viszont aki, a, a, aki, már tapasztalta az, hogy, hogy milyen procedúra az, főleg, ha mondjuk nem is tiéd a lakás, hanem mondjuk a főbérlővel egyeztetni, meg a kifizetés számla, ez az a szerelővel, kijönnek, fúrnak. Na, szóval, hogy maga így a, a légkondi beszerelés az... Ö, ameddig nem volt meg, nagyon vágytam rá, aztán ameddig szerelték, a halába kívántam mindenkit, akinek köze hozzá, de aztán nyilván nagyon örül neki az ember, hogyha már hűs van otthon. És most már inkább festetnél ezzel az anti-vanta vagy hát uh, légkondi. Cserép van a házunknak a tetején, és nem lapos tetős, vagy nem tudom, hogy... Na igen, és ez... Az... Megrádásul én az elsőn lakok egy... Kettő, három szintes házban. Tehát. Itt jön a következő kérdésem, hogy tegyük fel, hogy van egy családi házad, ami egy ház nem, lak, nem társas ház, ott még meg tudod oldani, oldani hogy a tetejét. vagy <laughs> oh, kis áthallás, hogy mi volt ez? Hogy a tetejét, de hát akkor is általában ezekre cserepet tesznek ezekre a házakra. Nem é, tudom, hogy a cserepet is is és és lehet. Napelemet hozzáteszem. Hát Na igen. most, uh, itt már megint van egy kis deficit, uh, de mondjuk nálad, mit, mit festenél ott le? Hát a cserepet. De hát az nem hozzád, vagy az nem nálad van, vagy hogy van, vagy a falat. Meg Mert hát a dió felültetek, az akkora nagy árnyékot ad, tudod? uh -huh. igen. Akkor árnyékot ad, hogy oda kellemes kiülni tavasszal, meg ősszel, nyáron nem feltétlenül kell. Na mindegy, nem tudom, hogy ezt, ezt ilyen, biztos, hogy megvan erre is. Én azt gondolnám, hogy ha, ha a háznak, és akkor ilyen sátortetős házról beszélünk, mint amiben mi is lakunk. Főleg ugye ott azt hiszem a... a a tetőtér is lakott, tehát beépített, hogyha azt lefested ilyen fehérre, már azzal is sokkal kevesebb hő jut be az épületbe. De nem tudom. Én sem vagyok a téma szakértője. És <laughs> 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 nyáron meg valaki a társaságban elkezd bent iző, süt, sütni, meg minden össze mennek kopogni a szomszéd. De süssél, mert most Igen. igen. Mert belülről ugye nem hűt, csak kívülről. Hát belülről nem. Na nem. Na jó. Na mindegy, viszont viszont ez jó hír, mert akkor így legalább nem kell a tizedik emeletet lebontani, elég csak lefesteni ezzel. A... <laughs> Nagyon jó, ezt imádom Oké, okay. jövő héten már visszatérhetünk azért a, a Telefaxom rovatban az idegesítőbb dolgok felé is. Bár most azért, hogy így eleven elevenítettem magamban a légkondiszterelésnek a csodáit, azért egy kicsit éreztem magamban azt a feszültséget, amit akkor. Hát, Ja. Geri, jövő héten te én úgy érzem. Jó, valamit találok. Jó, valamit. Keres valamit, ami idegesíteni fog, szerintem nem kell sokat keresgélni, bár amivel mondjuk mostanában a hármas közös csoportunkat elszoktad mi, Ne, ne ilyen dolgot hozzá. Jó, ne Nem tudom, hogy miről van szó. Majd mindjárt megbeszéljük. Jó, oké. Srácok, nagyon köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Reméljük, hogy tetszik az új stúdió, bár nyilván ebben még iszonyat mennyiségű fejlesztés, pakolás, meg mindenféle dolog lesz. Egyébként ezt ne, nem terveztem elárulni, de ö, sokan kérdeztétek már korábban, egy ilyen rovatot még kell csinálnunk, hogy sokan kérdeztétek, hogy most így technikailag hogy oldottuk meg ezt a, ezt a képi dolgot, mert tök máshogy, mint a másik stúdióban, ahol ugye felvettük a videót, felvettük a hangot, és aztán ezt összepakoltuk. Most itt van előttem egy OBS, amiben így ezt egyszerre veszük a kettőt, úgyhogy csak remélni tudjuk, hogy azt a minőséget produkálja majd, amit szerettünk volna. Ezt most nyilván még nem látjuk a felvétel alatt. Lehet, hogy jövő héten már más módszerhez kell folyamodnunk. Meglátjuk. Kísérletezési Igen. folyamatban vagyunk. Igen. Srácok, nagyon köszi, hogy itt voltatok velünk. Maradjatok velünk, őrültek, jövő héten találkozunk. Szevasztok. Csá. Csá. Ennyi volt. Nyugi, a srácok hamarosan visszatérnek. Kövesd Magyarország legforróbb tech bulvár műsorát Facebookon, Instán és Youtube-on is. Az őrültek főhadiszállását a Szegedi Dórofizban rendezte be.